Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 21-én kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ez egy finom energiamező. Kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Egy ilyen portál napnak mindig van gyógyító ereje is. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, a téma az, amiről ebben a felvételben most beszámolok. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a régi időkben a maják számították ki, hiszen a forrás az a maja naptár. Ha érdekel ez a kalendárium, erről olvashatsz naponta a Facebook oldalamon. Ezt megtalálod a nevemen Dendera Susanna Medici. Ott naponta írok erről. Tehát a forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám az 13 napig tart. A 13-as szám az a majáknál egy olyan misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Január 21-e, ez a portál nap. Ez a 4-es hullámban van. És ez a hullám azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. A munkahelyen, az anyagiakat illetően a családban, vagy a párkapcsolatban. Ebben a 4-es hullámban indíthatunk valamit, ahol szükség van a biztonság érzetére, hiszen ez az energia megadja az alapokat hozzá. Most kit tudunk alapozni valamit? Például egy tartós párkapcsolatot, vagy megteremteni az otthonunkat, vagy kialakítani egy saját vállalkozást. Január 21-e, ez a portálnap, az a 9. nap ebben a 4-es hullámban. Ez a 9-es szám korlátozásokat jelent. Akkor is, ha ki akarunk építeni valamit, vagy megvan a bizalom, hogy minden jóra fordul, most ezen a napon úgy érezzük, hogy valami vagy valaki korlátoz bennünket. Ezek lehetnek félelmek vagy bizonytalanságok is, ami most vagy bennünket blokkol, esetleg őt blokkol. Ez a 9-es szám számomra olyan, mint egy kerítés. Amikor úgy érezzük, elértük ezt a kerítést, de nem tudjuk, hogy mi van a kerítés mögött. Nem tudjuk, hogyan tovább. Itt mindig erőre van szükségünk, hogy átmásszunk ezen a kerítésen, hogy lássuk a jövőt, hogy legyenek tervek, hogy tisztázódjon valami, láthatóvá tesz akkor valami, és ami még fontos ennél az erőnél, amikor át tudtunk mászni a kerítésen, hogy a 9-es szám után a 10-es szám következik, és az utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életünkben, és az javít a dolgokon. Tehát ez a szertartás ebben is tud segíteni, hogy áttegyük magunkat a nehézségeken,
áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és hogy meglegyen ahhoz az erő, vagy legyen ez az új kezdet, hogy valamit ki tudjunk építeni, ahol úgy érezzük, hogy ez biztos. Itt le tudunk gyökerezni, itt le tudunk horgonyozni. Mint minden nap, ezen a napon is van egy szimbólum. Ezen a portál napon, tehát január 21-én Lamat uralkodik. Lamat lefordítva egy csillagot, egy bolygót jelent, és a majáknál Lamat az Vénusz bolygót jelentette tulajdonképpen. Tehát ezen a napon Vénusz bolygó hatása alatt állunk. És Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, jelenti a nőies energiát is. Tehát ez is lehet most egy új irány a párkapcsolatban, ahol ki tudunk most építeni valamit. Vagy az otthonunkat illetően meg tudunk szépíteni valamit. A munkát illetően jelent egy kreatív tevékenységet. Ami a politikai eseményeket illeti, Vénusz bolygó jelenti a békét, a harmóniát. És ez is egy fontos közlemény, hiszen az emberek nagy része békében és harmóniában szeretne élni. Amit mi tehetünk ezért, hogy a környezetünkben legyen béke, hogy teremtsük meg ezeket a jó kapcsolatokat, vagy ha valaki megbántott téged, akkor bocsáss meg neki, vagy ha te bántottál meg valakit, nem esik le a korona a fejedről, hogyha bocsánatot kérsz emiatt. Tehát az is fontos, hogy a környezetünkben is meglegyen a béke és a harmónia, amire én még gondolok, hogy mennyire fontos a hitünk. Hogy higgyünk a jóban, a szeretetben, higgyünk a jó Istenben, mert ez ad erőt számunkra. Akár milyen helyzetben vagyunk. Ha megvan ez a hit, és ez a bizalom, és tudjuk azt, hogy a Jóisten segíteni fog, ez megkönnyíti az életünket. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!